Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, itt vagyok Dani haverommal, szia Dani. Sziasztok. A Berti Boc Challenge-be, most már sokadjára mondjuk föl ezt, úgyhogy nem kezdem előről. Jó. Szóval a lényeg az, hogy volt nekem 9-10 hónappal ezelőtt egy videóm, a Bean Basil Challenge, ugyebár ilyen nagyon pocsék ízeket kóstoltunk meg, szerintem nektek nem kell bemutatni ezt a challenge-et, viszont van ez a másik fajta Berti Boc nevezetű kis tarsak, Dani mutass föl, légy szíves. Igen, sokan írtátok, hogy ez az eredeti, és nem a Bean Basil. A lényeg az, hogy ebben teljesen más ízek vannak, viszont itt nem úgy van, hogy egy adott színből két különböző íz, egy jó és egy rossz, hanem itt csak egy egyetlen szín van. Tehát két csomagot vettünk azért, hogy biztos meglegyen benne minden íz. Hát ritték, hogy a cseresznye egyik tasakban se volt benne, úgyhogy cseresznye íz nem fogunk kóstolni. És a zöld almásból is csak egy volt, amit elfeleztünk. Igen, egy volt, hogy azt elfeleztük, csak azt fogjuk csinálni, hogy mivel ugye nem párosítva vannak itt a színek, ezért csak azt fogjuk csinálni, hogy csukott szemmel húzunk egyet, és akkor kifogom én a képernyőre, hogy mi az, ti már tudni fogjátok még előtte, hogy milyen íz. Aztán nézzétek a hülye fejünket, hogy hogyan reagálunk erre. Na jó, akkor Dani kezdi a sort, akkor a következő lesz, tehát ő fog húzni, csukott szemmel, nem néz oda, nekem megmutatja, én pedig kírom a képernyőre, aztán majd meglátjuk, milyen reakciót csinál. Na nézzük jó, akkor. Jó, akkor húzok. Igen, láttam, milyen színű. Na mi? Ez mi? Na mi ez? Mi ez hasonlít? Nem adom oda. Nem nézhet, nem? Nem. Ez kérlek szépen elvileg föld. Azt a barnát húztad. Nézd meg a vizet, hogy nincs benne. Amúgy az a vicc, hogy kicsit dagabos. Micsoda? Dagabos. Érzed, hogy így... Jó termőföldből van, szerintem. De tényleg? Jaj, homokot ennél, vagy mi? Valami hasonló, igen. És azokat jó? Hát, ízre, nem olyan rossz. Okay. Daninak küldjetek sok földet, megeszi szívesen. Oké. Okay. Na, akkor én jövök. Legyen ez. Na, mi volt az? Nagyon finom. Tippelj. Izé, dinnye. Nem dinnye. Nem dinnye? Nem, akkor dinnye mi volt? Ez a blueberry volt. Blueberry? Blueberry. Ebben is van? Van. Nem is néztem. Melyik az, a kék volt? A kék volt, a sötét kék. Nagyon finom. Nagyon finom, gondoltam. Ha továbbra is ilyen finomokat fogok húzni, amíg kizártnak kiválogattuk a színeket, ugye? Hogy mindegyikből legyen legalább egy. Jaj. Összes az úgyis szar lesz. Na, mindegy. Na nézzük, Dani. Én láttam, melyik szín volt. Na mi? Na? Guinness? Az, eltaláltad. De sem hiszem el. Fúj! Honnan tudod, hogy milyen hiszem egy Guinness-tának? Nem tudom, de szörnyű. Hallod, fúj. Igen, annyira rossz. Hát... Nem tudom, olyan... Fúj! Ja tényleg, akartam mondani, hogy a végén lesz, a videó végén lesznek két kihívottunk. Nekik is ezt párba kell megcsinálni. És a szabály az, hogy le kell nyelni. Nincs kiköpés. Meg ilyenek. Lenyelted? Le. Ott a víz, így áll utána a vizet. Szóval akkor a földi giliszta az nem jó íz. Nem. Ne próbáld ki otthon. Oké, srácok, akkor én jövök. Oké. Nem tudom, mi az. Fahéj! Ezek basszus. Szerint finom. Hallod? De amúgy ez nem értek, kezdesz egy blueberryvel, majd egy fahéjjal, én meg földdel, plusz aztán a hozzátartozó gilisztával. Hozzátartozó giliszta. Hát ez föld, földi giliszta. Ez sokkal finomabb, mint egy igazi fahé. Olyan, mint az almásüdinek, tudod, az íze. Az is olyan fahajas. Hú, és még nekem megvan. Na? Az ilyen kesernyi is. Ez valami fos megint. Eléggé. Mi ez? Na, nem találod ki melyik? Hányás? Nem. Nem hányás. Nem. Akkor ez milyen lehet? Na? Nem tudom. A fülzsír. Fúj. Én fehér színű cucc. Nagyon pocsék. Mondjuk úgyis meg fogom tudni. Szerintem eléggé pocsék.
Utoljára, amikor ettél fülzsét, milyen volt? Volt ez ilyen rossz? Nem tudom. Ott a víz ijat rá. Nem, feldigiriztál. Hát jó. Oké, a két rossz közül a jobbik. Igen. Oké. Úristen. Az a baj, hogy egyre kevesebb a jó íz, tehát... És... Itt jön egy rossz? Hát nem lesz jó. Ez egy nagyon rossz. Fúj, basz meg! Fúj, basz meg! Mi ez a szar? Tippelj. Ez a hányás? Ez a hányás? Fúj, basz meg! Hova? A végén egész ülető, már csak az édességet érzed. Próbáltam arra koncentrálni, hogy... Hogy nem hányás. Végülis, hogy nem hányás, ez csak egy cukor, igazából meg csak aromák, és adja a vizet. Akkor nézzük. Na? Az hasonló, mint a... Mint a mi? Mint a földi giriszta. Na? Takony. Takony. Ez takony volt, hallod? Csupa jó ízek. Undorító? Vagy ez elviselhető ez még? Hát a hányásod után szerintem ez jobb, mint hát a hányás, de... Már melyik legyen? Megint jó íz. És egy jellegzetes íz. Engem a rágúra emlékeztet. Ami? Várjál, nem ugrik be. Tutti frutti. Az tényleg tutti frutti, az. Finom, ez jó. Na? Akkor legyen ez. Nem valami kellemes. Nem? Pedig az ember azon, hogy ez nem is olyan rossz. Nem jössz rá? Lesek. Jó, lesél. Májva, vagy mi az? Májva. Hát az a roasted, vagy toasted. Nem. Nem, akkor nem tudom. Kolbász. Ez a kolbász? Elvileg. Semmi kolbász íze. Nem, semmi? Nem olyan gazd, nem is jó. Na akkor van egy köztes íz. Olyan semmi. Okay. Jó van, majd kíváncsi leszek én is ezekre. Mindegy. Hát olyan fura már most. Én tudom. Ez nagyon savanyú. Ez jó. Az jó. Uh-huh. Ez lime. Biztos? Szerintem ez lime. Mutja a pohárat. Ez nagyon finom. Ez lime. Egyértelmű, annyira érzem citromnak azt a jelzős ízét. Azt hittem gomlott tojás. Hát nem, akkor viszont... Igen, amúgy nem. Nagyon... Nagyon, nagyon egyformák. Nagyon egyformák, annyira könnyű összekeverni őket. Nem még szinte teljesen úgy néz ki, mint a másik. Mi is mennyit szenvedtünk, mire szétválogattuk. Ja, fél órán keresztül válogattuk, mert annyira nem találtunk sokszor egyformát. Aztán ami nagyon picike kis különbség volt, ami miatt aztán el tudtuk dönteni. Na nézzük, melyik remek ízt húzom megint. Figyelj, neked most már jónak kell jönni. Na? Ez. Olyan füves. Nem füves. Talán mert? Mert fű. Talán mert fű? Igen, fű. Füves. Lesz. Igen, ez egyértelmű. Ez finom. Inkább az, mint az a takony, vagy mi volt az a hányás, aminek... Hányás. Borzalmas volt. És már becsuttam a szemem, az előbb oda néztem véletlenül. Megint valami finom. Hát, szerintem finom. Nem mondd meg. Meg nem mondom meg. Még meg. Olyan, mint a vaníliafagyi. Engem arra emlékeztet. Ez az a rózsaszín ízé volt, az a candy. Nem. Nem? Nem. Ez a toasted marshmallow volt, ami ilyen sült májva cukor. Nincsen tábortűzi feelingje. Nem ettem tábortűz mellett májva cukrot életemben soha. Ehette volna. Nem ettem. Tudod milyen? Na? Mint régen lehetett kapni azt a pillangó, vagy mi volt neve, pillangó, ilyen hab sütemény. És ilyen liszttel volt, vagy mivel volt leszorva, hogy ne ragadjon a kezedhez. Nem tudom. Nem? Nem. Na, de olyan. Akkor... Na nézzük. Ez a... Oké. Okay. Az ilyen édes. Valami jó? Valami jó? Nem jó? Várjál ma. Tutti frutti. Hát nem. Nem tutti frutti. Nem tutti frutti. Köze nincs. Blueberry. Az. Az a kék. Kék blueberry. Uh-huh. Most már érzem. Ugye? Azt kielvezem most már. Tényleg hányadik ízek az a hányás?
Fúj, ez nagyon szar! Na most megmond... Lehet ez nálad... Tudom mi én ez. Én inkább ízzel jött elő, mint nálam volt. Tudom, hogy mi ez. Takony. Nem. Nem? Nem takony. Földi giliszta? Nem. Nem? Nem földi giliszta. Fülzsír? Igen. Ez a fülzsír? Ez a fülzsír. Ez hányás. Hányás. Pedig izé. Elhiszem, hogy az... Fehér volt. Elhiszem. Fülzsír. De halljátok, ugyanolyan, mint a hányás. Tehát... Sokszor után már edzett vagyok, basszus. Edzett vagyok. Már kibírok mindent. Fúj, Adidas a vizet. Ki kéne köpni az meg? Nem, nem. Nem, 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 nem. Csalunk. Ez csak vízzel ment a gyerekek. Ez a tabletet úgy nyertem le. Kurva szar. Ez kegyetlen. Ez eszméletlen rossz. Sokkal erősebb utóíze van. Lesz ez. Tutti futti! Az! Hogy rájött? Hallod? Mm. Ugye milyen finom? Tényleg rágógum is. Tiszta rágógumi egyébként. Nagyon jó. Olyan, mint régen volt a Donald rágó. Már aki tudja. Aztán még ettem olyat. Turbo rágó, meg ezek, tudod? Finom. Finom a tutti frutti, nagyon finom íz. Ezt ugye el tudnál képzelni, hogy van egy nagy zacskó, igaz? És akkor abból csak ilyet. Vagy ilyen hatalmasba. Van egy ilyen nagy, vagy ilyen hatalmasba. Finom. Hát hogy örül, sok szar íz után végre jött valami normális. Egyébként mutatom nektek, nem tudom, mit fogtok ebből látni. Egyetlen befókuszál le a kamera, mindegy így néz ki. Innen nézzük, hogy milyen ízek vannak. Ez nagyon finom volt. Ez az, nézd. Igen. Még nem tudom eldönteni, hogy most... Milyen színű volt ez? Hogy... Ilyen... Fehéres, olyan, mint a fülzsír lenne, de az volt. És ki lett válogatva. De ez mi volt? Nem tudom. Nem tudom. De ki lett válogatva? Dani! Az előbb, amit ettem, az nem izé volt. Nem fülzsír. Az rohadt tojás volt. Az volt a rohadt tojás. És ez a fülzsír, de ennek viszont nincs rossz íze. De az is olyan fehér volt. Mert annyira hasonlít. Az előbb a fülzsír, az rotten egg volt, tehát amit én azt hiszem, hogy fül... És, na. Záptojás. Igen, az záptojás volt igazából. És ez a fülzsír. És azért volt olyan borzalmasan rossz, és azért mondtam, hogy rohadtul ismerős nekem. Igen. Mert a Bean Basil-ben is volt. Igen. És ez pedig a fülzsír, viszont ez egyáltalán nem rossz ízű. Akkor legyen ez. Oké. Okay. Bocsánat. Póker arc. Na mi ez? Na? Faszom, szappan! Az bizony! Ez bizony szappan! Tényleg szappan íze van? Nagyon! Esküszöm, hallod, még a lehetetlen is lehet érezni. Habzik a szád! Tipikusan az a kézmosó, de még nem is a folyékony, hanem az egész állagú. Daninak a szája ilyen szagú. Szappan szagú. Kezed? Nagyon! Hallod, ez nagyon durván üt. Gondolj bele, milyen ízű. Te jó Isten, na jó van gyerekek ez. Orromban nem érzem, de szájomban. Csak ne lej rám. Nem, baszki. Hello, Csabi. Takarodj már, ez hülye. Azért megehető? Kemény volt. Igen. Bocsi. Máskor krémszappant, az nem olyan kemény. Fúj. Na, amúgy tényleg kurál érződik a dolog ez meg. Nem jó. Ez a következő? Egy, nagyon egyszerű. Bár magyarul nem tudom ez, hogy van. Várjál. Akármi, ez rohadt jó. Melyik volt? Ez volt a Candy Floss. Ez mi az Isten? Fogalmam sincs. Mire hasonlít? A virágra. Mint egy virágszirom. A virágnak az illatára. És az nem rossz. A virág kellemes volt, akármi is volt ez a Candy Floss. Megnézzük, mi a floss. Nem volt rossz. A floss nem volt rossz. Mekkora vím. Na jó, hagyjuk. Keverj csak össze. Na akkor. Ő lesz az. Igen. Romlott tojás. Ez romlott tojás?
Vagy... De... Az. Ez a Ron utoljás gyerekek nagyon rossz. A legrosszabb íz az összes közül szerintem. Lehet. Fúj, szétharaptam és a belsejében egy nagyon erős íz. És beleragadt a fogamba. Fúj. Ez nagyon rossz. Ott a víz. Így nem vizet. Kemény vagyok. Mi van, mégiscsak el a víz? Kemény vagyok. Leheletemen éreztem a romlott tojást. Így kifele, szerintem. Húha, ez nem jó. Fúj. Mi az Isten ez? Ez a föld. Ez a föld. A föld. És olyan omlós, nem? Úgy érzed, hogy... Mert most jönnek benne a homokszemek, várjál. Tipikus föld íz. És ezt mondom, hogy még érzed, hogy így ropog a fogad között, vagy így. Mint a homok. Nem a legjobb íz, de elviselhető. Szerintem amúgy ebben nem csak ilyen édesítő van, hanem tényleg egy kis homok vagy föld. Igazából? Szerintem. Fúj, ba! Földi giriszta. Földi girisztánál is egy fél girisztát beletesznek. Fúj már! Roma tojás, tojás, nem? Hányás. Na jó, hagyjuk ezt. Igen, hát jöttek a rossz ízek. Vizet? Nem, én kemény vagyok, nem úgy, mint te. De én is kemény voltam. Láttam, meg is itt a vizemet. Meghát. Ez itt mutatom. Igen. Megvan. Ez nagyon édes. Candy floss. Nem. Hát mi? Cinnamon. Fahéj. Fahéj. A cinnamon az fahéj, de és, ez... És nem fahéj ízű? Hát én azonnal felismertem, hogy fahéj. De nincs fahéj íze. Megkóstolod? Hát most már nem. Akkor meg a cserény. De akkor mégis van cserénk? Hát akkor szerintem van. De akkor nekem nincs fahéjem. Neked meg nincs akkor cserény. Viszont ezt mondtuk, hogy annyira egyformák a színek, hogy néha nem lehet a pirosokat megkülönböztetni. Akkor még szerintem megyünk pár pirosat a végén. De akkor viszont csak cseresznye. A fahéját meg szeretem. Akkor szóval cseresznye. Cseresznye. A gyerekek. Ez a földi giliszta. Nem. Akkor föld. Földet ettél az tudom, előtt. De akkor is földízű. Nem föld. Nem vágott fű? Nem. Elvileg a takonynak kéne, hogy legyen. Mutasd. Gyerekek, ez kajakfű. A gyerekek, ha ez takony, ez inkább fűre emlékeztet. Pedig takony. Kibírható. Ez nem olyan rossz. Sokkal durvábbra számítottam volna. Hm. Mármint így, hogy valaki mondja, hogy ott egy takony, edd meg. Ott egy takony, edd meg. Nézzük. Nem van. Na hát erre kíváncsi leszek, rájössze. Jó vagy rossz? Most csak annyit mondj. Jó. Ugye? Ez jó. Az a rossz, hogy azt mondanám, hogy alma, mármint zöld alma. Nem is almasama. Hát, aki nem én vagyok. Tudom, hogy almából csak együnk volt. Így van, és azért feleztük azt meg. Candy flash, vagy flush. Ez volt a floss. Candy floss. Floss, candy floss. Hmm. A rózsaszín. De finom. Ugye, kellemes. Félek. Félek. Ezt nézd. Szerintem nem fogod kitalálni. Nem jó. Nem, de elvileg nem kéne, hogy rossz legyen. Igen? Igen. Semmi ötlet? Nem is hasonlít semmire. Cseresznye. Nem. Akkor melyik? Ez volt ne. A kolbász. A sausage. És tényleg, de. Nem ismertem volna föl, mert egyáltalán nem, de. Csak azért nem tűnt kolbász íznek, mert édes. És az elnyomta azt a... Mert az ember kolbász a sósnak gondolja. Hát, igen. De ez volt a kolbász. Mint a virsli egyébként, vagy amit a... Nem a virsli, a krinolin, vagy mi az. Olyan, mint a grill kolbász, mint amikor meggrillezed a kolbászt, a grillről leveszed is, az a tipikus, ez kolbász, ez tényleg kolbász. Az finom. Uh-huh. Hallod, ideig érzem az illatát, Dick. Az lenne a... Na? Citrom? Az! Citrom! De nem olyan savanyú vagy. De amúgy, tényleg. De, láttad? Láttam. Mmm. Az, amit láttam. Mmm.
Egy jó íz. Mm. Ez baromi finom. Mi ez? Tip. Gyümölcs, de... Banán! Banán. Tényleg, banán! Annyira görög dűnyére gondoltam. Ez tényleg banán. Van? Felém. Feléd is. Megvan! Mindenki látja. Na erre kíváncsi leszek. Ezt fölismered-e? Az valami jó. Aha. Csalok, ha nem baj. Nem. Mi az? Dinnye? Az dinnye, amit te. Görög dinnye. Finom, ugye? Csak ugye édes. Akkor jó, már megnyugodtam. Hát jó, az nem baj, hát de édes. Hát hogy ugye a cukor miatt úgy. Nem. Erre belenézek, hogy mit húzok. Na, ez valami rossz lesz. Nem. Mmm. Nem azt mondom, ez a fű. Hogy, nem azt mondom, hogy jó, ez de nem fű. Is rossz a fű. Nem rossz. Fű. 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 Kihúztam a hányást. Azt, az bizony, ez hányás. A hányás, mint a fene. Na mi van? Ez nagyon durva. Én mondtam neked, hogy szar. Fúj! Nagyon rossz. Jó, lenyeljük. Belegagadt a fogamba. Fúj. Fúj, ez nagyon undorító. Jó. Érzed? Nem, hál' Istennek. Az nem levegő. Picsába. Gyereket, nekem az előbb már csak 6 vagy mennyi volt? 5? 6. 6. Ja. Ehetett? Majdnem láttam. Majdnem megint megnézted. Mint már jó párszor. Az a dinnye. Egy vált íz. De rohadt jó íz. Eddig ez a legütősebb. A hányás a legütősebb. Már úgy értem, hogy a jók közül, szóval, hogy... Vagy hát, hogy már csak azért mondom, mert sok szar volt előtte. Lehet. Az utóíze meg olyan, mint a sárga dinnyéje. Na? Mit amutatom? Megvan. Lehet, hogy nekem is fel kellett valamúgy mutatni, nem csak Daninak. Na. De mi ez? Segítsek! Gyümölcs. Banán? Az. De... Nem? Nem... Ez egy banán. De amúgy nem rossz. Nem. Finom. Finom. Dani? Igen, megvan. Viszont? Mutatom. Itt is, igen. Az a szappan bassza meg. Igen, érzem is. De ez nagyon durva. És tényleg érezni. Az a vicces. Hogy amúgy már nem rossz? Kajak! Nem rossz ízű. A szappan, tehát föl lehet ismerni a szappan, az egyértelmű. Érzem is. Rajtam? Kajak? Kajak. Én is éreztem rajtad, emlékszel? Igen. Mutatom. Ez meg mi az Isten? Dani, ezt nem tudom mi. Mert volt. Ami lenne... Az volt. Az már volt, igen. Nem láttad? Nem láttam. Na mi lesz ez? Én nem tudom, gyerekek. Nem rossz. Mi az? Lemon. Ez a lemon, és akkor az előző mi volt? Nem tudom, de ez lemon. Még mosószeres beütésre van tőle a citrus. Citrus elejével. Ne, akkor is ott érzed. Lemon. Akkor citrom volt. Akkor nem tudom, hogy mit hagytunk ki, vagy... Valami összekevertük. Ez, akkor ez van, biztos gyerekek. Biztos lemon volt. Akkor ez van. De ez még jó, hogy kiválogattuk. És már csak 4 íz. Ebből van egy fél ugye a zöld alma. Azt arra tudni fogjuk. Amit tudni, igen. Na? Ez a bors. Az a bors. És ez jó! Jó a bors. Hát hogy el... Hát de, hogy nem tömény, nem erős. Nem. Egyáltalán nem. Nem csíp, nem tömény, de fűszeres, de jó. És akkor vágókép, hogy fél óra múlva. Szétlágja az ember azt az egész borsot,
és így beteríti a száját az íz. Hallod, kajak csíp. Csíp már? Egy kicsit csíp. Tudni, hogy igazi bors van. Itt van, mutatom? Hát igen, egyszerűen kitalálni, mivel már csak neked is kettő van, meg ugye a fél zöld alma. Májva a cukor. Igen, hát igen, ugye. De nem ismerted volna föl, hogyha ezzel kezdted volna. Hát ha ezzel kezdtem volna, akkor nem. Picit ilyen haribós beütés van, tudod a... Ilyen pillecukor. Hát azt mondtam. De hát ezt mondom. Az a pillecukor, az pillangónak hívták, hogy hogy régen. Nem tudom. Az a pillecukor. Én haribós pille. Az ugyanaz, azt mondom én az. Is. Abszolút olyan, mint a hab, mint az a hab izé. Igen, igen. Na, akkor csak volt. Csak jól mondom én is. Ez kész. Még meddig csámcsogsz, Dani? Megettem már. Na végre. Na gyerekek, már csak kettő van igazából, mert az a fél, szóval most oda néztem már, mindegy. Jó, de te se tudod. Nem. Én se tudom. Én nem tudom. Mi az? Ember. Ez a banán. Az a banán? Egy az egybe banán. De full fel izé, sárga volt. Akkor az van, gyerekek, hogy szerintem kettő darab banán sikerült besorsolni, és valahogy. Melyik maradt ki? Nem tudom. Hiába nézel rám, nem jó, tudom. Jó, én se. Jó, hogy tényleg még 20 percet, negyed órát, fél órát elbasztunk, hogy kiválogassuk. Neked már csak a bors maradt, úgyhogy igazából... Hát a bors meg ugye a félbevágott alma. Így van, tehát van egy borsunk, mármint Daninak. Igen. Meg van az alma, de mivel az alma ugye fél, ezért úgy is ki tudnám tapintani, hogy ez most az alma, szóval ez most már nem kérdés. Akkor kezd a borssal, szerintem. Aztán majd egyszerre megesszük a zöld almát. Kíváncsi vagyok. Nagyon finom a bors, mondom, tehát nekem nagyon bejött. Érződ. Nagyon. Egyértelmű. Ugye? Kurva jó. Finom nagyon. Egy picit csípős. Egy kicsit. Egy picit, de amúgy kellemes. Mondjuk nekem az elején még nem csípett, csak utólag. Én rögtön érzem. Picit erős, picit csíp, de jó. De nem rossz. Ja, nekem van még hátra a földi giliszta. Pont a végére a giliszta. Már a földi giliszta. Hát ez... Ez földi giliszta. Érződik. De az a vicces, hogy ugyanaz, mint a föld. Sőt, ezt inkább mondanám földnek. Nem tudom, nekem kicsit húsosabb volt. ez a feje. A farka. Ez, igen. Ez a törzse, jó van. Ugye, ugye. De nem rossz. Nekem bejön. Hát egészségedre. Jól elmajszolgatod. Na jó, van srácok. Van egy darab. Egy fél. Zöld almánk. Egy fél zöld almánk van, úgyhogy akkor hajrá. Ehetjük? Ehetjük. Ez nagyon jó. És ebből az egyből, tehát úgy képzeljétek el, azért voltunk kénytelenek megfelelni, mert az elején elmondtuk azt hiszem, hogy kettő csomagot rendeltünk, és ebből a kettőben összesen egy darab zöld alma volt. Szóval megfeleztük, hogy minden kettőnek jusson, még a felvétel előtt. De azt kell mondjam most, hogy összefoglalom az előző a Bean Basil Challenge-hez képest a dolgokat. Szerintem az ütősebb volt. A Bean Basil. Ütősebb volt. Az sokkal ütősebb volt. Tehát ha nem annyira szeretitek az ilyen szarízeket, de mégis kipróbálnátok, akkor ezt próbáljátok ki. A Bean Basil az már a második fokozat, az már a durvább verzió. A lényeg az, hogy úgyis meg fogod a kérdezni, mennyire vettük. 1200 valahány forint volt egy csomag, de kettőt rendeltünk. És a videó leírásába ki fogom tenni a boltot, ahonnan megrendeltük. Egyébként meg lehet venni online, és akkor 2-3 nap alatt kihozzák. És akkor, hogy ne legyen kihívott nélküli a vége ennek a videónak, ezért én kihívom Doggy Andit és Ice Bluebirdöt erre a kis kihívásra, úgymond, vagy nem is kell kihívásnak nevezni, nevezzük csak egy egyszerű kis játéknak. Szóval akkor Andi és Bence úgyis olyan sokat videóztok az utóbbi időben együtt, akkor most itt ez a kis remek alkalom, hogy egy közös videót csináljatok. Ezeket az ízeket kéne nektek is megkóstolni, nagyon kíváncsi vagyok az arcotokra, úgyhogy akkor hajrá, mindenképpen csináljátok meg. Azt, hogy most egy vagy két hetetek van rá, ez hülyeség, ezt nem mondom, ezt majd ti eldöntitek.
Ez szerintem nagyon sok ember kíváncsi lenne. És hogy melyik a csatornáján lesz, azt majd szintén eltűntek ti. Most viszont elköszönünk, úgyhogy akkor köszönöm, hogy itt voltál, meg meghossoltuk az ízeket. Én köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen, majd a pénzt azt lerendezzük. Jó. És nektek köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor lájkoljátok, kommenteljetek valamit a videó komment szekcióban, csak kinyögön. Igen, és egy fontos dolog. Mi a fontos dolog? Ne felejtsetek el feliratkozni. Ezt pont nem akartam mondani, de hajrá! Na jó, sziasztok! Sziasztok!